A bitcoin az első decentralizált digitális pénz, a neten keresztül továbbítható digitális érmék. A bitcoinnak egy sor előnye van minden más pénzzel szemben. A neten keresztül közvetlenül adhatsz bitcoint bárki másnak, anélkül, hogy ehhez bankra vagy más közvetítő intézményre lenne szükséged. Ebből következően csökkennek a költségeid, bárhol használod ezeket, senki nem fagyasztja be a számladat, semmiféle feltételnek nem kell megfelelned, és nem is szorulsz önkényes korlátok közé. Lássuk, hogy is működik ez. Szert a neten bárki generált bitcoint egy ingyenes alkalmazás futtatásával, amit bitcoin bányásznak nevezünk. Minden érmeblokk kibányászása egy bizonyos mennyiségű munkát igényel. Ezt a munkamennyiséget a hálózat mindig úgy szabályozza, hogy meghatározott és kiszámítható ütemben termelődjenek a bitcoinok. Bitcoinjaid digitális tárcádba kerülnek, ami ismerős lehet, ha használtál már netes bankolást. Ha bitcoint küldesz valakinek, akkor egy digitális aláírással látod el azokat, pár perc múlva egy bányász ellenőrzi a tranzakciódat, majd névtelen és véglegesen bejegyzi azt a hálózati nyilvántartásba. A bitcoin szoftverét bárki ellenőrizheti, hiszen az teljesen egészében nyílt forráskódó, a bitcoin ugyanúgy változtatja meg a pénzügyeket, ahogy az internet változtatja meg a publikálást. Ha mindenki beléphet egy globális piacra, kivirágoznak a jobbnál jobb ötletek. Lássunk pár példát, hogy is használják már most. Vehetsz rajta számítógépes játékokat, ajándékokat, könyveket, szervereket és alpakagyapjú zoknikat. Bitcoinjaidat több helyütt is beválthatod a hagyományos pénzekre. Bitcoin elfogadása főleg szabadúszók és a kisvállalkozók tűnhetnek ki a tömegből. A bitcoin elfogadás és használat nem kerül semmibe, nincs visszatérítés, és plusz bevételekhez juthatsz a bitcoin gazdaságból. További információkért és az első bitcoinjaidat keresd el a viewscoins.com-ot és a bitcoin.hu-t.